Jó estét kívánok, kedves nézőink, a Beszéljünk róla magazint látják. Ugye, ha van otthon a családban gépjármű, abban meg szoktuk nézni, hogy mennyi az olaj, van-e benne elegendő hűtővíz, és elvisszük rendszeresen a szerviz könyv szerinti nagy javításokra, nagy generálozásokra az autószerelő műhelyekbe. De mi a helyzet saját magunkkal? Vajon mi foglalkozunk-e azzal, hogy melyik végtagunk fáj, és hogyha fáj, akkor az miért van? Vagy miért fáj mindig a fejünk? Front van? Vagy esetleg egészen más van mögötte? Bizony vannak Kiskunhason is elérhető szűrővizsgálatok, amelyre a tapasztalatok szerint hát nem olyan sűrűn járunk, mint az autószerelőhöz. Ez lesz a mai témánk. Vendégem dr. Szepesvári Szabolcs, a Semmelweis Kórház főigazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És itt van velünk dr. Lengyel János, orvosigazgató. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Említettem ezt a példát. Ez öntől származik. Az autószerelő és az orvos példája. Valóban mi a tapasztalat? Tudjuk, hogy el kellene menni, de nem megyünk, csak akkor, ha baj van? Hát sajnos szerintem Magyarországon ez mindenféleképpen igaz, és ez a példa azért megrázó, mert a mindennapokban lehet érezni azt, hogy a tárgyi dolgainkkal sokkal komolyabban foglalkozunk, és sokkal komolyabban veszünk. Például ugye a szervizkönyv által előírt felülvizsgálatokat, mert következményei vannak, ugye garanciát veszítünk el vele, míg abban az esetben, hogyha ez saját magunkról van szó, ezt egyáltalán nem vesszük ilyen komolyan. Magyarországon a szűrővizsgálatok utoljára akkor voltak igazán hatékonyak, amikor a tuberkulózis ugye még dúlt az országban, morbus hungaricusnak hívják, és ugye az ország bevezette az ernyőfénykép szűrést, és így tulajdonképpen ezt a kórképet meg lehetett szüntetni, fel lehetett számolni az egész ország területén. Tehát jól látszik az, hogy egy hatékonyan megszervezett közegészségügyi szűrővizsgálat az mennyi hasznot bír hozni. Azzal, hogy ugye az ernyőfénykép szűrés is szabadon választhatóvá vált, lényegesen csökkent az ezen megjelentek száma, pedig a tüdődaganatoknak a szűrésében ugyanolyan fontos, mert ugye már tuberkulózis nincsen, fontos lehet, mint annak idején a TBC szűrésben, és számos más egyéb ilyen népegészségügyi szűrésre lenne lehetőség, amikor népesség szintjén kimutatható a szűrővizsgálatnak a hasznossága. Mit mutatnak a nemzetközi tapasztalatok? Mekkora különbség van mondjuk Magyarországon megjelent szűrésen megjelent emberek száma, illetve mondjuk Németország között? Vannak-e ilyen felmérések? Egész más rendszer van a kettőben. Ugye itt általános társadalombiztosítás van, ott pedig üzleti biztosítók vannak általában. Az üzleti biztosítónak a szabályzata, visszatérve az előbbi példára, előírja a kötelező szervizen való megjelenést. Tehát ott részben ez egy természetes következménye a biztosítási rendszernek, másrészt azért az egészségkultúra sajnos egészen más szinten áll, mondjuk pont Németországban, amelyet jobban is ismerek a barátaim révén, mint Magyarországon. Én úgy gondolom, hogy nálunk a legnagyobb probléma, amit évtizedek óta tologatunk előttünk, magunk előtt, az egészségtudatos nevelés az iskolákban, az egészségügyi és az egészségüggyel kapcsolatos ismeret oktatásának a hiánya. Ennek következménye az, hogy nem törődünk az egészségünkkel, nem érizzük annak az értékét, azonban ha valami problémánk van, akkor azonnal tűzoltásszerűen megyünk a sürgősségére, ide-oda, akkor azonnal sürgősségre. És önök nem javítanak meg esetenként, ugye? Ilyenkor jön a panasz, hogy de hát jöttem, cseréljék ki. Hát az egy külön adás lesz majd, azt hiszem, a sürgősségének a megítélése. Az megír egy misét. Uraim, hallgassuk meg Kiskunhasváros lakosságának a véleményét. Megkérdeztem hölgyeket, urakat, hogy hol van Halason szűrővizsgálat, meg egyáltalán milyen lehetőségek vannak. Halljuk ezt. Hát én azt gondolom, hogy igazán majdnem mindenfélén, ha jól tudom, az EFI, aki foglalkozik ezzel, és gondolom ilyen cukorszűrés,
vérnyomás, ilyen rutinvizsgálatokat, én úgy tudom, hogy bármikor ők megejtenek. Mikor érdemes szűrővizsgálatra menni? Hát mindenképp a baj előtt, azt gondolom, és hát gondolom évente, vannak olyan vizsgálatok, amire évente, van, amire ritkábban. Érdemes megkérdezni az embernek a házi orvosát, de mindenképpen a baj előtt érdemes. Az emberek, amíg nincs baj, úgy vannak vele, hogy velük nem történhet meg, aztán mikor meg baj van, akkor futkosunk fűhöz, fához, de mindenképpen ezen változtatni kéne, de szerintem az a jellemző, hogy nem nagyon megyünk. Eljárunk-e mi szűrővizsgálatra, és milyen lehetőségek vannak? Eljárunk, én legalábbis eljárok, amire van lehetőség, arra el. Na, milyen lehetőségek vannak? Mindösszesen a nőgyógyászati, mammográfia, ennyi. És mire kellene még menni? Hát, ilyen kardiológiai szűrés, meg ilyenek, hát ezek nem lennének rosszak, ha lehetne. Hol van ez egyáltalán? Nem is tudok róla, hogy van. És eddig miért nem kerestük meg? Nem tudom. Hát... Csak akkor megyünk, ha baj van? Hát igen, legtöbbször akkor. Halason hová lehet elmenni szűrővizsgálatra? Mit tud róla? Az egészségügyi centrumba. Ahol van. Az hol van? Hát a bőrgyógyászat épületébe. Tehát ott van bőrgyógyászati szűrővizsgálat? Igen. Hát nem bőrgyógyászati szűrővizsgálat, ilyen egészségfejlesztési intézet ott van szerintem, és akkor oda lehet elmenni. Mit néznek meg ott a hölgyek, urak? Hát nem tudom. Nem voltam. No, akkor vesézzük ki. Miért nem volt még? Mert járok állandóan orvosi vizsgálatra, és akkor én nekem... Én meg focizni, de nem tudok focizni. No, mit mondjak önnek, hogy elmenjen egy szűrővizsgálatra? Mivel tudnám meggyőzni? Nem tudom. Nem tudom. Csak akkor megyünk, ha baj van? Hát elsősorban akkor, de én nekem szükséges bármi, szóval sűrű menni. Nekem szükséges. Mi ennek az oka, hogy nem megyünk el ilyen szűrővizsgálatra? Hát nem nagyon van rá, érő van az igazság, hogy dolgozok, és akkor nem érek oda a vizsgálatra, ez a baj. Mennyi idő egy ilyen vizsgálat? Nem tudom, fogalmam sincs. Tehát, na akkor mikor megyünk ilyen vizsgálatra? Hát mihez lehetőségem lesz rá, akkor elmegyek. Pénteken itt van Halason egy nemzeti szűrőbusz, ott a kórház mellett. Találkozunk ott? Igen, igen, találkozunk. Hát kíváncsi leszek, hogy pénteken mondjuk mi is forgatás közben esetleg egy szűrővizsgálaton részt veszünk-e, vagy azt mondjuk, hogy ú, rohannunk kell, ne haragudjatok, hát menni kell, fú, nem érünk rá, forgatás, híradó és a többi. Mit lehet tenni ezen a buszon, hogy kell bejelentkezni, pontosan hol fog parkolni? Ez a Nemzeti Szűrőbusz, ez egy országos program keretében kerül most Kiskunhalasra, és a Semmelweis tudományos ülés napján kértük a kormányzatot és a kormányzat segítségét abban, hogy Kiskunhalason megjelenjen ez a nemzeti szűrőbusz, és ez pénteken délelőtt 10 órától lesz elérhető. A délelőtt folyamán bőrgyógyászati és nőgyógyászati szűrés tudunk elvégezni a buszon. Nagyon érdekes, és tényleg fölhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy aki kíváncsi rá, hogy egy ilyet hogy lehet egy mozgó szűrőállomást megcsinálni, nagyon korrektül felszerelt önálló rendelők vannak kialakítva a busz területében, tehát két egymástól független rendelő. Ez a csipkeszálló előtt a kórház felüli oldalon a parkolóban fogja várni az érdeklődőket, és a délután folyamán pedig kardiológiai szűrésre kerül sor. Hol lehet jelentkezni? Oda megyek, személyigazolvány, tarjkártya, mi kell hozzá? Nem kell hozzá semmi, csak az, hogy oda jöjjenek. A bőrgyógyászati szűrésnek a nyár előtt azért van nagyon komoly jelentősége, mert ugye a magas UV-sugárzás miatti bőrdaganatoknak a száma olyan meredeken emelkedik hazánkban, és annyira drasztikus következményei vannak, nagyon gyors, hamarabb ad áttétet, mint ahogy észrevesszük. Ezért nagyon tanácsolnám mindenkinek, akinek lehetősége van arra, hogy a délelőtt folyamán odajöjjön, mert ezt villámgyorsan el lehet végezni, és lehet detektálni azokat az anyajegyeket,
azokat a bőrelváltozásokat, amiket esetleg érdemes komolyabban megvizsgálni, vagy fölhívni a betegeknek a figyelmét arra, hogy, vagy a klienseknek a figyelmét arra, hogy ugye milyen UV-sugárzásnak tehetik ki magukat az elkövetkező nyáron vagy nyarakon. Ugye a nőgyógyászati szűrés a másik lehetőség a délelőtt folyamán. A nőgyógyászati szűrés, méhnyakrák szűrés konkrétan, nagyon magas szintén a nem felismert daganatos megbetegedések száma, ami ugye mind egyéni, mind társadalmi szinten nagyon komoly megterhelést jelent a családoknak is, meg a társadalomnak is. Hamarosan rátérünk a kardiológiai szűrésre. Előbb azonban volt itt elnevezés, hogy egészségfejlesztési intézet és a többi. Az EFI iroda működik Kiskunhalason, nagyon sok helyen találkozhatunk ezzel a logóval. Mikor indult ez a program, most konkrétan hány ember szűrésénél tartanak? Mert például a mai napon a Kiskunsági Vízi Közműnek a majálisán szintén 6 vagy 7 kollégájuk kitelepült, és ott egy jó 300 embert megnéztek, elbeszélgettek, hogy mit lehet tenni. Tehát mik a számadatok, mit mutatnak? Tehát nem véletlenül van ez a póló rajtam, ez a póló, amit viselünk a kitelepülések kapcsán. 2013 őszén kötöttük meg az első támogatási szerződést, uniós projekt kapcsán indult el ez a tevékenység. Egészségfejlesztési iroda a pontos megnevezése, még pontosabban HEFI, tehát Halasi Egészségfejlesztési Iroda. Ez jelenti ez az írás itt. Azért ez több, mint egy egyszerű szűrőállomás a városban. Ez alatt a közel 5 év alatt több mint 10 000 embernek a szűrését végeztük el, és ugye a nevében is egy egészségfejlesztési iroda. Több mint 5 000 ember úgynevezett bevont, akivel legalább 6 alkalommal találkoztunk, és akiknek az egészség fejlesztése érdekében próbáltunk tenni valamit. Ilyenek például az ismert cukorbetegek, akik a diabéteses klubban, az ismert szívbetegek, akik a szívklubban, mozgás, vízitorna, úszás és egyéb csoportos foglalkozásokba bevontak száma is, az 5 000 főt meghaladja. Tehát több mint 15 000 emberrel kerültünk kapcsolatba ez alatt az 5 év alatt a térségben. Tehát mondom, részben a szűrés jelleggel, és részben pedig az úgynevezett egészségfejlesztés feladattal. Ez egyrészt az irodában végzik a hölgyek, akik ott dolgoznak. Ez valóban a Csónak utca felől megközelíthetően a régi bőrgyógyászati épület emeleti szintjén található, munkaidőben 8-tól 4-ig megtalálhatók, bármikor, főleg egy telefonos egyeztetés után be lehet menni, és őnekik van is idejük akár elbeszélgetni, segítséget nyújtani. Beteg is eljöhet, mint említettem, mert tudunk neki segíteni, hogy elirányítjuk egy olyan klubba, ahol olyan életmódi tanácsokat tudnak nekik biztosítani, csak nem minden kitelepülésünknél diétás nővér is megjelenik, mert olyan tanácsokkal tudjuk a más egyéb ismert betegségben szenvedőket is segíteni, amely az életvitelüket és a gyógyulásukat megkönnyíti. Most olvastam egy cikket, hogy Magyarországon minden negyedik ember túlsúlyos. Ez hozza magával az összes akár kardiológiai problémát? Pont jótól kérdezi, mert sajnos én is ilyennel küzdök. Igen, nagyon sok ilyen problémát hoz, anyagcsere problémákat hoz elsődlegesen. És az anyagcsere problémák, ugye a diabétesznek, a cukorbetegségnek van egy olyan megfogalmazása, hogy a cukorbetegség az a szívbetegség, ahol még az anyagcsere helyzet is megromlott. Tehát a túlsúlynak a következtében ugye anyagcsere betegségeink lesznek, az anyagcsere betegségek következtében magas vérnyomás betegek leszünk, ugye az ér belső felületének a diszfunkciója révén. És ugye nagyon sokszor tapasztaljuk azt szakellátó helyeken, hogy a fel nem ismert anyagcsere betegség miatt a kezdetben beállított vérnyomás csökkentői a betegnek előbb-utóbb hatástalanná válnak.
A szűrővizsgálatok pont erre lennének valók, hogy ezeket kellő időben, amikor még definitív szervi szövődményei nem alakultak ki a betegnek, akkor felismerjük mind a zsíranyagcsere vonatkozásában, mind a cukoranyagcsere vonatkozásában, mert ezzel olyan érrendszeri szövődményeket és szervi szövődményeket lehet megelőzni, mind a stroke, ugye, ami egy nagyon komoly népegészségügyi problémát jelent, mind az akut infarktus ellátás megelőzése céljából, ugyanis akkor, amikor már definitíve ilyen bajaink vannak, ezt évtizedekkel korábban kezdődő folyamatok okozzák, és az évtizedek alatti folyamatos károsodásnak a következménye az, amikor bejön a sürgősségi osztályra a páciens azzal, hogy mellkasi panasza van, és kiderül, hogy infarktusa van. Ezt nagyon sokszor jó előre meg lehet jósolni, és ugye amit jó előre meg lehet jósolni, azt el is lehetne kerülni. És ez itt sokkal olcsóbb, hatékonyabb, és mind életkilátások, mind életminőség szempontjából nagy jelentőségű eredmény volna, ugyanis pont most a Balatonfüreden voltam 2 hete az Országos Kardiológus Kongresszuson, és ott az egyik legkritikusabb pontja a kardiológiai ellátásnak az volt, és ezzel külön szekció foglalkozott, hogy az akut infarktus ellátásában svédországi színvonalon áll Magyarország az 1 éves adatok tükrében, ennek ellenére a 10 éves halálozás tükrében Albánia szintjén maradtunk. És ebben rengeteg pénzt tett bele a kormányzat, hogy kialakította azt a centrum ellátó hálózatot, amivel ugye az akut katéterezések megvalósíthatók, de ennek összesen 1 év haszna van. Tehát itt lenne szerepe a szűrővizsgálatnak, a megelőzésnek, és természetesen akkor, amikor már definitív bajunk van, az utógondozás sokkal komolyabban vételének. Mert ugye akkor is sokan úgy gondolják, hogy jó, berakták ezt a 2 hálót, megtágítottak, minden rendben van. Ez így csak csőszerelés. Pont azt az eredendő bajt, ami idáig vezetett, azt utána ugyanolyan intenzitással, vagy még szigorúbban kell kezelni, viszont sokkal költségesebb. Ilyen esetben ugye előtérbe kerülnek a diéták, meg a csodafogyások. Én egyszer láttam egy japán ilyen oktató filmet, ahol mutattak egy nagyon nagy darab férfit, aki tolta befelé a hamburgereket, aztán ivott rá kávét, evett rá zöldséget, salátát, aztán öntött rá kólát, és emellett az ember mellette egy ilyen plexi csőbe ugyanezeket beletették. Majd így összerázták, és elmagyarázták, hogy ugyanez van a gyomrunkban. Agyon dicsérjük a magyar konyhát. Mi főzünk a legjobban, de talán a legegészségtelenebbül. Ebben az irodában, az egészségfejlesztési irodában ugye vannak életmódtanácsok is. Megfogadják az ott megjelent páciensek vagy emberek ezeket a tanácsokat? Vannak-e ilyen visszajelzések? Mert tudom, hogy mit kellene enni és miért, de ha nem azt eszem, akkor ugyanott vagyok. Tehát tulajdonképpen ezért választottuk kétfelé a irodának a tevékenységét. Az egyik az, hogy fölmérjük az állapotát, kiszűrjük az anyagcserebetegségeket, erre van lehetőségünk. A másik pedig az életmódváltáshoz próbálunk segítséget adni. Ugye ezek a bevontak, ez azt jelenti, hogy több alkalommal találkozunk velük, és azért szerencsére összességében azokban a tevékenységekben, amelyekkel segítünk nekik, ez alatt az idő alatt, mert ez nem, tehát ez egy hosszabb időtartam, ez a 6 alkalom, az esetek többségében úgy veszük észre, hogy megfogadják a tanácsot. Tehát aki eljön ide, aki részt vesz ezen, és örömmel mondhatom, hogy például a cukorklubunkban nem győzünk annyi széket lent az igazgató irodában összeszedni, hogy beférjen mindenki, és ott gyümölcsöket, megfelelő ételeket mutatunk nekik, és bemutatjuk a gyakorlatban is, hogy mik azok, amelyeket megehetnek. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon eredménnyel járunk el. A probléma az,
hogy azért egy 130 ezeres terület, illetve az egészségfejlesztési iroda az a 10 kistérségi helynek az ellátását jelenti, amit nem mindig respektálunk, ha hívnak, elmegyünk bárhová, mert segíteni jó. Tehát azért ez így nagyon szép nagy szám, de azért azt is tudomásul kell vennünk, hogy nagyon sok emberhez nem jutunk el. Ezek a szűrőbuszok pontosan arra lettek elképzelve, és most még a bejáratási időszakban van lehetőség arra, hogy így nagyobb városba eljöjjenek, hogy olyan helyekre tudjanak elmenni, ahol nehezen ér el egyéb más szűrő lehetőség, tehát olyan kis térségek, kis településekbe. Mekkora szerepe van a családnak egy-egy akár ilyen kardiológiai problémával küzdő beteg felépülésében? Gondolok itt arra, hogy, mint ahogy említettem, nem biztos, hogy pörköltet kell főzni, mert azt mindenki megkívánja, hát valljuk be, lehet választani valami saláta vagy pörkölt között, hát nagy valószínűség, hogy a saláta vesztésre áll. A családnak mindenben szerintem óriási szerepe van. Természetesen az egészséges életmódra, nevelésben is. Ugye vannak olyan családok, ahol mindenki túlsúlyos, sokakat kezelünk is belőle, vagy mondjuk ismerem férjet, feleséget, és már a gyerekeket is. És az a reakció, hogy ez a fajta. Tehát ez biztos, hogy vannak olyan esetek, amik genetikailag meghatározott, vagy egyéb hormonális eltérések állnak az esetek kis részében. A legnagyobb részében, ezt saját magamról mondhatom, és ugye aki régóta ismer, az pontosan tudja, hogy én ennél sokkal vékonyabb is voltam, amikor sokkal több időm volt saját magammal foglalkozni, és megfelelő testmozgást végeztem, és megfelelő módon az ember reggelizik, ebédel és vacsorázik. Tehát a családi minta az ilyen szempontból az egyik lehető leghasznosabb, és az, amikor azt mondják, hogy mi nekünk ilyen a fajtánk, az az étkezési szokásaikra biztos, hogy igaz. Van egy olyan házas párom, tázláriak, akiket nagyon régóta kezelek, és egyszer csak megdöbbenve, egy fél éves kontroll alkalmával megdöbbenve néztem a feleséget, leolvadt róla 30 kiló. Majd a következőre bejött a férje, akiről leolvadt 40 kiló. És ezzel mit tetszettek csinálni? Ugye 10 éve mondjuk több irányból házi orvosa, szakorvos, ugye diabetológus, reumatológus, hogy mi lenne a cél, a helyes és a követendő magatartás, és azt mondta a feleség, hogy hát csak a harmadát teszem oda a tányérra, mint amit előtte. És lehet, még nem kezdtek el mozogni. És még nem is mozognak? Nem. Mikor érdemes szűrővizsgálatra menni? Mert a 20 évesek azt mondják, hogy nekem még nem kell, a 30-asok, hogy ugyan már, a 40-esek, hogy nekem még biztos nem, az 50-esek meg, hogy ugyan már erre a kis időre. Tehát ön mit javasol, mikor menjünk? Igazából én azt gondolom, hogy szinte bármikor, főleg abban az esetben, hogyha a családi előzményben, tehát a fölmenők között cukorbeteg, anyagcserebeteg, magas vérnyomásos beteg van, szinte bármikor lehet menni. Nyilvánvaló, hogy vannak érintett korosztályok, például daganatos betegség, emlődaganatnál 45 és 65 év között végeznek szűrést. Tehát arra is szeretném azért fölhívni a lakosság figyelmét, amit egy hölgy nagyon jól megemlített, hogy jelenleg is lehetőség van nem kampányszerűen, hanem folyamatosan a méhnyakrák szűrésre, Kiskunhalason is, és szerencsére évek óta lehetőség van az emlőrák szűrésre is. Mammográfiás állomás kiválóan működik Halason. Lassan, fokozatosan azért megy föl a résztvevők aránya, de még mindig hagy kívánni valót maga után. Tehát bizonyos célcsoportoknál meghatározott időben, vagy az pontosan a méhnyakrák szűrés. De éppen a fiatal családokat teszi tönkre a méhnyakrák, tehát egészen fiatal kortól el lehet kezdeni ezen a szűrésen való részvételt. Meglepő módon, hogy a fiatalkorban, sőt gyerekkorban is cukorbetegség kijön.
Ugye nem kötelességünk, de elmegyünk általános iskolákba is. Az egyik halasi általános iskolában a tavalyi évben a gyerekek egyharmada extrém túlsúlyos volt, körülbelül csak durván mondom, egyharmada normál, és egyharmada alultáplált. Óriási kontrasztok és különbségek. Óriási különbségek vannak ugyanabban egy belvárosi iskolában. Tehát Kiskunhalason, és nem a világ végén. Nem lehet elég korán kezdeni, vagy a szájápolás például. Ugye ennek a busznak is az egyik helyiségében van lehetőség szájüregi daganatoknak a fölismerésére. De erre bárkinek van lehetősége, amikor elmegyünk egy fogorvoshoz, garanciálisan, vagy szűrésszerűen, tehát nem akkor, amikor ekkora az arcunk és ordítunk a fájdalomtól, hanem rendszeresen, ott is megtörténik egy szájüregi rák szűrése. Tehát szinte észre sem vesszük, olyatén módon is tudunk, rendszeresen mérjük a vérnyomásunkat. Már gyerekkorban kijönnek, főleg a túlsúlyos gyerekeknél, gyerekkori cukorbetegség. Elképesztő nagy számban vannak. Itt a Kiskunhalasi Kórházban is hatalmas számban gondozunk gyerekkori cukorbetegeket. Tehát akkor mindenféleképpen szűrővizsgálatra fel, pénteken délelőtt 10 órától délutánig többfajta lehetőség. Köszönöm szépen ezeket az információkat. Köszönjük szépen. Lehet még egy mondat? Természetesen. Hogy szeretnénk gratulálni a szerkesztőségnek a kiváló eredményért. Úgy hallottuk, hogy a híradó szerkesztősége... Második helyet kaptunk a helyi értékversenyen, országos versenyen. Köszönjük szépen. Önöknek pedig szép napot kívánunk majd ott pénteken. Köszönjük. Kedves nézőink, tartsanak velünk jövő héten is, tudják, szerdán este 7:30 kezdődik a Beszéljünk Róla magazin egy-egy adott aktuális témával. Viszontlátásra!